Arthur Köstler. Sötétség Délben. 5. Részlet Nikolaj Szalmanovics Rubasov Naplójából. Mi, akik már lelépünk a színről. Mi jogon nézzük le ilyen fensőbségesen a gletkineket? Nyilván a majmok is kinevették a neandervölgyieket, amikor első példányaik megjelentek a földön. A civilizációjuk legfelső fokán álló majmok kecses mozdulatokkal lendültek az egyik foágról a másikra. A neandervölgyi viszont bárdolatlan volt, és nem tudott elszakadni a földtől. A civilizációjuktól eltelt és elégedett, békés természetű majmok kifinomult játékossággal élték az életüket, vagy bolhára vadáztak bölcseletileg. A neandervölgyi viszont komoran csörtetett csak a világ erdejében, bunkójával csapdosva vadul maga körül. A majmok derűs ámélkodással néztek le rá a fák tetejéről, és kókuszdiót dobáltak neki. Néha azonban elfogta őket a borzalom. Ők gyümölcsön éltek és zsengehajtásokat fogyasztottak kényes ijjenszkedéssel. A neandervölgyi nyers hús zabált, állatokat öldösött és alkalmasint a tulajdon társait is megölte. Fákat döntött ki, melyek időtlen idők óta álltak helyükön, és köveket rég régmúltól megszentelt helyükről, lábbal tiporta az őserdő minden törvényét és hagyományát. Durva volt és kegyetlen, hiával minden állati méltóságnak. A civilizációjuk legfelső fokán álló, kifinomult és művelt majmok szemszögéből nézve a neander völgy egy rég meghaladott, barbárkor rémisztő újjáéledése volt. A még élő utolsó csimpánzok pedig még ma is elfintorítják az orrukat, ha emberi lényt látnak. 6. Az ötödik vagy hatodik napon váratlan esemény zavarta meg a kihallgatás menetét. Rubasov elájult. Éppen akkor, amikor már a vádirat utolsó pontjánál tartottak, amely Rubasov tetteinek indítékaival foglalkozott. A vádirat egyszerűen ellenforradalmi meggyőződést emlegetett, és csupán mellékesen jegyezte meg, mintha a dolog tökéletesen magától értetődő lenne, hogy továbbá még egy ellenséges idegen hatalomnak is a szolgálatában állt. Ezzel a megfogalmazás ellen vívta utolsó harcát Rubasov, már hajnalóta tartott a vita, amikor a délelőtt közepe táján, és nem is valamely döntő fordulatnál, Rubasov egyszer csak lecsúszott a székéről, és elnyúlt a szoba padlóján. Amikor néhány perc múlva magához tért, elsőnek az orvos pejhes kis madárfejét pillantotta meg maga fölött, épp vizet locsolt az arcába, és a halántékát dörzsölgette vele. Rubasovot megcsapta az orvos lehelete, melynek menta és zsíros kenyér szaga volt. Rubasov elhányta magát. A kis orvos rikácsolva szitta, és azt ajánlotta, hogy vigyék ki Rubasovot egy percre legalább a friss levegőre. Gladkin szemtelen arccal nézte a jelenetet. Csöngetett és utasította a belépő egyenruhást, hogy takarítsák fel a szőnyeget. Rubasovot pedig visszavitette a cellájába. Néhány perccel később az öreg fegyőr lekísérte az udvarra sétálni. Néhány perccel rubasó volt, szinte részek szédület fogta el a csípős, friss levegőtől. Szinte érezte, hogy tüdeje van, amely úgy iszza az oxigént, ahogy az ember ínye élvezi az édes, frissítő nedűt. Sápattan sütött a nap, de az ég tiszta volt. Pontosan délelőtt 11 óra volt. Azelőtt is mindig ugyanebben az órában vitték le sétálni. Valamikor réges-régen, mielőtt ezek az egymásba érő, hosszú és homályba vesző nappalok és éjszakák elkezdődtek volna. Milyen ostoba is volt, hogy nem élvezte ki ezt az áldást. Miért is nem lehet úgy élni az életet, hogy az ember csak mélyeket lélegzik és járkál a hóban, és élvezi a nap sápat melegít az arcán? Lerázva magáról Gletkin szobájának lidérc nyomását, feledve a lámpa vakító vadfényét, az egész kísérteties alvilági színt, és akkor egyszerűen csak élhetne az ember, ahogy más emberek élnek. Mint hogy ez volt a sét a szokott órája, Rubasov megint a kéregbocskoros, sovány kis paraszt mellett rótta a köröket kisé nedvedző szemmel lesett oldalvást rubasovra, egyszer-kétszer megköszörülte a torkát, és a középült álló őrök felé pislantva így szólt. Régen nem láttam uraságodat. A betegnek látszik uraságod, mint aki már nem húzza sokáig. Az beszélik, háború lesz. Rubasov nem felelt neki. Alig bírt ellenállni a kísértésnek, hogy lehajoljon egy marék hóért és golyó vágyúrja. Lassan kerengtek körbe-körbe az udvaron. Húsz lépéssel előttük két másik ember lépkedett az ösvény mentén két felől felhányt hóbuckák között. Körülbelül ugyanolyan termetőek voltak, mint ők. Szürke kabátot viseltek, és kis pára felhő lebegett a szájuk előtt. Nem sokára itt az ideje a vetésnek, mondta a paraszt. Hóolvadás után felhajtják a nyájat a hegyekbe. Három nap az út. Azelőtt az egész járásban minden faluból ugyanaznap indították el a birkákat. Napkeltekor indultak. Rengeteg volt a birka. Mindent elleptek az állatok. Utakat, mezőket, és az első nap az egész falu elkísérte a nyájat. Uraságot talán egész életében sem látott annyi birkát meg kutyát, és picsoda port kavartak. Volt nagy bégetés, meg kutyaugatás. Istenkém, Istenkém, de nagy vigalom volt. Rubasova napba emelte az arcát. Sápadtan világolt még, de ereje volt már. Fellangyosította a levegőt. Nézte a géppuskatorony fölött sikló, lebukó, majd felröppenő madarakat hallgatta a paraszt nyekergő hangját. Ilyen napokon, amikor már érezni a levegőben a hóolvadás szagát, mindig úgy megmelegszik az ember szívetája. Higgy el nekem, uraságot, egyikünk se húzza már sokáig. Bennünket összetörtek már, mert reakciósok vagyunk, és mert nem akarják, hogy visszatérjenek azok a régi szép idők, amikor boldogok voltunk. Tényleg olyan boldog ember volt maga azokban a régi szép időkben? kérdezte Rubasov, de a parasz csak valami érthetetlen motyogással válaszolt, és közben fel az Ádám csutkája. Rubasov oldalvást figyelte az arcát, aztán kisvártatva így szólt. Emlékszik arra a részre a Bibliából, amikor a pusztában bolyongó zsidók azt mondják elkeseredésükben, hogy válaszunk vezért magunknak, és térjünk vissza az egyiptomi húsos fazekakhoz. A paraszt buzgón, de értetlenül bólogatott, aztán visszavitték őket az épületbe. A friss levegő hatása hamar elmúlt, visszatért olmos álmossága, megint szédegett a kimerültségtől, és a gyomra is újra émeigett. Mielőtt belépett az épületbe, Rubasov lehajolt, fölmarkolt egy kis havat, és szétdörzsölte a homlokán. Megmosta vele égő szemét. Nem a cellájába vitték, mint remélte, hanem egyenesen Gletkin szobájába. Gletkin az íróasztalánál ülve várta ugyanabban a testtartásban, mint amikor elváltak. Vajon mennyi idő is telhetett el azóta? Rubasovnak az volt az érzése, hogy Gletkin azóta is mozdulatlanul ül a székén. A függönyöket behúzták, meggyújtották a lámpát. Ebben a szobában állt az idő mint egy poshadó pocsolyában. Ahogy ismét helyet foglalt Gletkinnel szemben, pillantása a szőnyegre esett, ahol sötét folt ötlött a szemébe. Erről jutott eszébe, hogy hiszen ő elhányta magát az imént. Tehát mégiscsak legalább órája már, hogy kilépett a szobából. Feltételezem, hogy most már jobban érzi magát, mondta Gletkin. Az utolsó kérdésnél hagytuk abba. Arról beszéltünk, hogy milyen indítékai voltak az ön ellenforradalmi cselekményeinek. Rubasov jobb kezére pillantott, és némi meghökken is látszott a szemében. A szék karfáján nyugvó jobb keze egy kicsinyre összeolvadt hódarabot szorongatott. Rubasov követte Gletkin pillantását. Elmosolyodott, és föltartotta a kezét a lámpa fényébe. Aztán nézték, ahogy a villanykörte melege semmivé olvasztja a havat. Az indíték kérdése a vádirat utolsó pontja, mondta Gletkin. Amint ezt a jegyzőkönyvet is aláírja, végeztünk egymással. A lámpa már régen nem világított ilyen erős fényjel. Rubasov csak hunyorogva bírta. És akkor majd kipihenheti magát, mondta Gletkin. Rubasov végig simított a halántékán, de már semmi vélett a hó hidege. Gletkin utolsó szavai kipihenheti magát, ott lebegtek közöttük a csöndben. Pihenni és aludni. Válasszunk vezért magunknak, és térjünk vissza Egyiptomba. Hunyorogva, de szúrós szemmel nézett Gletkinre a cvikkerén át. Maga ugyanolyan jól tudja, hogy mik voltak az indítékai, mint én, mondta. Maga nagyon jól tudja, hogy tetteimet nem valamiféle ellenforradalmi meggyőződés motiválta, amint hogy természetesen nem álltam semmiféle idegen hatalomnak a szolgálatában sem. Tetteimet és gondolataimat egyaránt kizárólag meggyőződésem és lelkiismeretem irányította. Gledkin dossziét vett elő a fiókjából. Átlapozta. Kihúzott belőle egy lapot, és monoton hangján felolvasta. A szubjektív jó szándéknak a mi szempontunkból nincsen jelentősége. Aki téved, annak fizetnie kell. Akinek végül is igaza lesz, az feloldoztatik. Ez a mi törvényünk. Ezt önírta a naplójába röviddel a letartóztatása után. Rubasov behunt szemhéja mögött ismerős fények villóztak. Ez a mondat, mely az ő gondolata volt, s melyet ő írt le, Gledkin szájából különös pőreséggel szólalt meg. Olyan volt, mintha gyónást hallgatna, amit gramofon lemezre rögzítettek, és arról játszanák le most újra meg újra a recsegő hangot. Holott ő csak a névtelen, ismeretlen papfülének szánta a szavait. Gletkin újabb lapot emelt ki a dossziéból, de erről csak egyetlen mondatot olvasott fel, kifejezéstelen merev tekintetét lesenvéve véve Rubasovról. A becsület önzetlen szolgálat, mind a logikailag adódó legvégső következtetés levonásáig. Rubasov megpróbálta állni Gletkin pillantását. Nem értem, mondta, Miért szolgálná az a párt érdekeit, ha tagjai az egész világ szeme a porban csúsznak négy kézláb? Én eddig mindent aláírtam, amit elém tett. Elismerem, hogy téves és objektíve kártékony politikai vonalat követtem. Miért nem elég ez magának? Föltette a csiptetőjét, kiszolgáltatotta, hunyorgott az erős fényben, majd fáradt, rekettes hangon így fejezte be. Végtére is az én nevem a párt történetének része. Ha lerántja a sárba, ezzel a forradalom történetét szennyezi be. Gletkin ismét fellapozta a dossziét. Erre is tudok egy idézetet a saját írásaiból. Így szól. Az elmélet szavai csak mérhetetlen vulgarizálásuk árán, és végeérhetetlen ismétlés révén lehetett belesújkolni a tömegekbe. Amit helyesnek nyilvánítanak, annak természetesen aranyként kell fénylenie. Ami viszont helytelen, az legyen fekete akár a pokol feneke. A politikai nyilatkozatokat ugyanúgy ki kell színezni, mint a vásári mézeskalás figurákat. Rubasov hallgatott, aztán így szólt. Tehát erről van szó. Én fogom alakítani az ördög szerepét a maguk bábszínházi előadásán bánnom kell majd a fogamat csikorgatni és a nyelvemet öltögetni, pedig természetesen önként. De Anton és barátai ezt az egyet legalább megúzták. Gletkin becsukta a dosszié fedelét. Kisé előrehajolt ültében is megigazította a kézelőit. Ha hajlandó vallomást tenni a bíróság előtt, legalább utoljára szolgálatot tesz még a pártnak, Rubasov nem felelt. Lehunta a szemét, és úgy süttette arcát a lámpával, mint a fáradt utazó, akit fényes nappal elnyom az álom. Pihenni próbált. De Gletkin hangjától így sem menekülhetett. A maga Dantonja meg a francia forradalmi nemzetgyűlés, hallotta Gletkin hangját, számháborút játszott ahhoz képest, ami itt most kockán forog. Olvastam egy pár könyvet róla. Ezek az emberek risporos coffot hordtak, és folyton a becsületükről szavaltak. Csak az érdekelte őket, hogy valami nemes gesztussal halljanak meg, tekintet nélkül arra, hogy ez a gesztus szolgálta valami értelmes célt, vagy éppen ellenkezőleg. Rubasov nem felelt. Zsongott a füle. Gletkin hangja ott lebegett a feje felett a szobában, és minden csak Gletkin hangját hallotta ájdalmasan zúgó koponyájában is Gletkin szavai lüktettek. Maga nagyon jól tudja, hogy mi forog kockán itt mi nálunk, folytatta Gletkin. A történelem során első ízben a forradalmi mozgalom nem csak megragadta a hatalmat, hanem megtartania is sikerült. Országunkat az új kor fellegvárává tettük. Területe a föld egy hatoda, lakossága pedig a világ lakosságának egy tizede. Most már a háta mögül hallotta a gletkin hangját. Úgy látszik felkelt ültéből, és most felalá járkál a szobában. Ez most fordult elő először. Minden lépésénél megcsikordult a csizmája. Kikeményített egyenruhája ropogott, és savanykás verejtékszag, valamint cserzett bőrszag terjengett a szobában. Amikor forradalmunk diadalmaskodott hazánkban, mi azt hittük, hogy az egész világ követni fogja a példánkat. Ehelyett azonban a reakció hulláma borította el a világot, és bennünket is elnyeléssel fenyegetett. Akkor két áramlat harcolt egymással a pártban. Az egyik kalandorokból állt, akik kockára tették volna vívmányainkat a világforradalom érdekében. Maga is közéjük tartozott. De mi felismertük ennek az áramlatnak a veszélyeit, és likvidáltuk. Rubasov szerette volna felemelni a pillantását, hogy mondjon valamit, Gladkin léptei ott visszhangoztak a fejében. A fáradtsága legyőzte. Mellére csuklott a feje, nem nyitotta ki a szemét. A párt vezetője messzebbre látott, mint ennek az áramlatnak a hívei, és szívosabb is volt náluk. Felismerte, hogy minden azon múlik, hogy sikerül-e átvészelni a reakció hullámát, és sikerül-e megtartani a várat. Felismerte, hogy beletelhet tíz, húsz vagy akár ötven évbe is, amíg ismét forradalmi helyzet alakul ki a világban. Addig pedig egyedül leszünk. Addig nekünk egyetlen kötelességünk van csak megőrizni magunkat. Egy mondat úszott elő Rubasov memóriájából. A forradal már legfőbb kötelessége megőrizni önmagát. Ki mondta ezt? Ő maga? Vagy Ivanov? Ennek a mondatnak a jegyében áldozta fel Árlovát. És hova jutott? Megőrizni magunkat, hallott a Gletkin hangján. Tartanunk kell az erődöt, bármi áron, bármi áldozattal. A párt vezetője felismerte ezt a maga páratlan éles látásával, és e szerint is cselekedett vas következetességgel. Az internacionális politikáját alá kellett rendelnie a forradalom szülő hazája politikájának. Aki pedig nem értette meg ennek szükségszerűségét, anna pusztulnia kellett. Csapatostul voltunk kénytelenek fizikailag is likvidálni legjobb európai funkcionáriusainkat. Nem riadtunk vissza attól sem, hogy magunk zúzzuk szét külföldi szervezeteinket, ha a fellegvár érdekei így kívánták. Nem riadtunk vissza még attól sem, hogy együttműködjünk reakciós országok rendőrségeivel is, akár olyan forradalmi mozgalmak elfolytásában, amelyek nem a megfelelő pillanatban jelentkeztek. Nem riadtunk vissza attól, hogy eláruljuk a barátainkat, és kompromisszumokat kössünk az ellenséggel, ha a fellegvár védelmének érdeke így kívánta. Ezt a feladatot rótta ki a történelem ránk, a világtörténelem első, győztes forradalmának képviselőire. A rövidlátó, finom lelkű moralisták ezt nem értették meg. A forradalom vezetője azonban jól látta, hogy minden csak azon múlik, ki bírja tovább. Gledkin abba hagyta a járkálást. Rubasov széke mögött állt meg. Csillogott a verejtéktől fején a forradás, Nehezen szedte a levegőt, megtörölte koponyáját a zsebkendőjével, és láthatólag nem tudta, mit évő legyen most, hogy így kizökkent szokott visszavonultságából. Visszajött az íróasztala mögé, megigazgatta a kézelőjét, kicsi lecsavarta a lámpa fényerejét, és a régi, szemtelen hangján folytatta. A párt pontosan kijelölte a követendő vonalat. Taktikáját az az elf határozta meg, hogy a cél szentesíti az eszközt. Még pedig bármi eszközt. Kivétel nélkül. Ennek az elvnek az értelmében Rubasov polgártárs az ügyész halált fog kérni őrre. Az önök frakciója, Rubasov polgártárs, vereséget szenvedett és szét van zúzva. Önök szakadást akartak előidézni a pártban, holott bizonyára tudatában voltak, hogy ez polgárháborút jelent. Önök tudtak arról, hogy elégedetlenség uralkodik a parasztság körében, mivel a mi parasztságunk még nem érti, hogy mi az értelme azoknak az áldozatoknak, amiket a forradalom megkövetelt tőle. Egy háborúban, melytől talán csak néhány hónap választ el bennünket, az efféle áramlatok egykönnyen katasztrófához vezethetnek. Ezért most nincsen fontosabb parancs, mint a párt egysége. Egységbe kell kovácsolni a pártot, vasfegyelemnek és feltétlen bizalomnak kell eltöltenie az embereket. Ön és az ön barátai viszont, Rubasov polgártárs, széthúzást szítottak a pártban. Ha csak ugyan őszintén megbánta a tetteit, akkor most kötelesség, hogy a segítségünkre legyen a -e fekély begyógyításában. Már megmondtam, ez az utolsó szolgálat, amit a párt elvár öntől. A feladata egyszerű. Maga fogalmazta meg a legjobban, bearanyozni azt, ami helyes, és befeketíteni azt, ami helytelen. Az ellenzék politikája helytelen. Az ön feladata tehát ebből következőleg az, hogy megmutassa, milyen megvetendő ez a politika. Azt kell megértetni a néptömegekkel, hogy az ellenzéki magatartás bűn, az ellenzék vezetői pedig bűnözők. A tömegek csak ezen az egyszerű nyelven értenek. Ha viszont a bonyolult indítékait kezdi magyarázgatni nekik, azzal csak zűrzavart támaszt a fejekben. Az ön a Rubasov polgártárs, az, hogy ne keltsen maga iránt sem rokonszenved, sem szánalmat. Az ellenzék iránti rokonszenvész szánalom veszedelmet jelent az országra nézve. Rubasov elvtárs remélem megértette, hogy mit kíván öntől a párt. Ismerettségük óta Gletkin most először szólította elvtársnak Rubasovot. Rubasov felkapta rá a fejét. Olyan hullámban öntötte el valami forróság, hogy védekezni sem bírt ellene. Védterem volt és kiszolgáltatott. Reszketett az ajka, ahogy feltette a cvikkerét. Megértettem. Ne feledje, folytatta Gletkin, hogy a párt ezért a szolgálatért nem ígér önnek semmiféle jutalmat. A vádlottak némeikét fizikai erőszakkal kellett együttműködése kényszeríteni. Másokat azzal az ígérettel lehetett rávenni, hogy így megmenthetik a bőrüket, vagy a mások bőrét, rokonaikét, akiket túszként a kezünkben tartunk. Önnek azonban Rubasov elvtárs, nem ajánlunk alkut és nem is ígérünk semmit. Megértettem, ismételte Rubasov. Gledkin belepillantott a dossziéba. Van egy bekezdés a naplójában, amely igen mély hatást tett rám, így szól. Egész életemben azt gondoltam, és azt tettem, amit gondolnom és tennem kellett. Ha nekem volt igazam tetteimben és gondolataimban, akkor nincs mit megbánnom. Ha tévedtem, akkor fizetni fogok érte? Fölpillantott a dossziéból, és Rubasov szemébe nézett. Ön tévedett, Rubasov elvtárs, és ezért fizetni fog. A pár csak egyet ígérhet önnek. Majd a végső győzelem után, egy szép napon, amikor már nem okozhat semmi kárt, nyilvánosságra fogják hozni a titkos levéltárak dossziéit és akkor majd megtudja a világ, hogy mi volt a véres bábjáték háttere, ahogy ön fogalmazott, amelyben valamennyiünk szerepét a történelem írta. Majd pillanatnyi habozás után mi alatt megigazította a kézelőjét, és a koponyáján vörösre gyúlt a széles hely, kisé félszegem még hozzátette. És akkor majd ön is, és mások is a régi gárda nemzedékéből biztosan megkapják azt a rokon szembet, meg azt a szánalmat, amely ma egyiküknek sem jár ki. Jelad beszélt, odatolta Rubasó velé az előre elkészített jegyzőkönyvet, és melléje helyezte a töltőtollát. Rubasó felállt, és kisé ingerült mosolyjal az arcán így szólt: Mindig is kíváncsi lettem volna, hogy milyen lehet az, amikor egy Neander-völgyi elérzékenyül most már ezt is tudom. Nem értem mondta letkin aki szintén felkelt székéről. Rubasov aláírta a jegyzőkönyvet, amelyben elismerte, hogy büntetteit ellenforradalmi meggyőződésből és egy külföldi hatalom megbízásából követte el. Amikor az aláírás után felegyenesedett, a szeme a nagy egyes arcképére esett, és megint azt a mindent tudó, gúnyos mosolyt látta az arcán, amit utoljára akkor látott rajta, amikor elbúcsúzott a külföldre induló Rubasovtól, azt a mélabus cinizmust, amelyel a nagy egyes az emberiséget szemlélte mindenütt jelen való arcképeiről. Nem is kell értenie, mondta Rubasov. Vannak dolgok, amelyeket csak a régi nemzedék, az Ivanovok, a Rubasovok, meg a kíferek értettek. De hát az ő idejük lejárt. Utasítást fogok adni, hogy a tárgyalásig most már senki se zavarja. Mondta Gledkin rövid hallgatás után, én már ismét mereven és előírásosan szintelen hangon. Rubasov mosolya bosszantotta. Van valami egyéb kívánsága? Aludni szeretnék mondta Rubasov. Már a nyitott ajtóban állt, az óriás termetű őr mellett. Jelentéktelen, szakállas és cikkeres kis öregember volt. Intézkedni fogok, hogy ne zavarják meg az álmát, mondta Gletkin. Amikor Rubasov mögött becsukódott az ajtó, visszament az íróasztalához. Néhány pillanatig szótlanul ült, aztán behívta a titkárnőjét. A nő a szokott helyére ült a szoba sarkába. Engedje meg, hogy gratuláljak a sikeréhez, Gletkin elvtárs, mondta. Gletkin visszacsavarta a lámpa fényét. Ennek köszönhető, mondta és a lámpa felé pillantott, meg a kialvatlanságnak és a fizikai kimerültségnek. Alkat kérdése az egész. Isz. Isz. Isz.